Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Lengyel Roland csapata csak a 15. a tabellán, és csak 4-szer tudott győzni az elmúlt 18 fordulóban. Itt van tehát az emberes feladat, a jó lehetőség, a listavezető legyőzése. Győzött a Békés Csaba ellen 1-0-ra a Gyirmót, és győzött hazai pályán 2-0-ra a Nyíregyháza is az előző fordulóban a Soroksárt tudták legyőzni. Sárgában láthatjuk a Gyirmót FC Győr csapatát. A legtöbb gólt egyébként a Gyirmót rúgta az MB2-ben. 42-nél jár a győri csapat, és a legkevesebb gólt is Rusák Edvárdék kapták, mindössze csak 18-at, itt viszont most egy jó kiugrás, és Rusák magabiztosan lépett ki a kapujából. Na nézzük Darut. Darul ő messziről, jócskán mellé, de azért ez veszélyes volt. Elindul középen, Bekár át tudja venni, és elesik a 16-oson belül, de itt nem történt semmi. Most jön a beadás, Rusák öklöz, és ki tudják fejelni a hazaiak. Hoppá, az egy ellenféltől kapott labda, és így zicser Rusák óriási védése. Hát itt a gyirmóti csapat majdnem megajándékozta egy góllal a Nyíregyházát. Forró. Rezes, az egy szép cser, Rezes. Kapu mellé. És egy gyengén elvégzett pontrúgás, Rezes, Dragoner, és mellette ott van már Pekár. Egyedül csak Villám van hátul, viszont nagyon gyorsan érkeznek vissza a többiek, és becsorog a labda, Dragoner! Egy szerencsés góllal szerez vezetést a Nyíregyháza. Rezes indította el az akciót, középen egyedül csak Villám, és aztán róla pattan be a labda. De hát akkor ez egy öngól így. Tényleg a passz jött volna, de az öngól jött helyette. Stresszik. Ez most oda a bolyba érkezik, meg aztán jobb a kezébe. Heffler. Szép cselek, Heffler. Nem volt kint, Preysinger. Preysinger, az lassan lövőhelyzet, jobb a véd. Adja majd középre a szögletet. Ott van harmadik perc. Sikerül is fejelni, nem sokkal mellé. Stescsik a labdával, élesen kapu elé és jova. Szöglet. Horvát. Elpörgeti a labdát. Nagy Patrik lövése oldalháló. Preysinger, Nagy Patrik, Volent, le tudja fejelni, Horváth Roland, pont jobb a kezébe. Nagy Patrik, Stescsik, ez még jó, Preysinger, most a beadás, ott egy érkező, és a lehetőség mellé. Nem tud egyenlíteni a Gyirmót, pedig ez óriási zicser volt. Stescsik a labda mögött. Erről az oldalról is ő adja be. Jön a csúsztatás, kafufa! Stresszik, élesen be a kapu elé, jova! A versenyfutást Forró nyeri, de oda passzolja Stresszikhez a labdát, aki majdnem elhagyja. Stresszik, nagyon sokan voltak ott, Horváth Roland, ő is elengedi, Preysinger, jova! Ez szép jelenet volt. Heffler. Stescsik ellövi, és jova, ezt is kiüti. Mindenki ott van elől, Rusák is előre jön a kezdőkörig, de már nem ér oda a 16-oson belülre. Jova elüti a labdát, Preysinger visszaemeli, ott még nincs les, és megint jova bravúrja. Ezzel ér véget a mérkőzés, nagyszerűen védett a Nyíregyháza kapusa, főleg itt a hajrában, de egy öngól kellett ahhoz, hogy a Nyíregyháza megszerezze a három pontot. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.